Dőr. Régi fazekas központ Győr-Sopron megye Csornai járásában. A fazekasok földbányáiról kapta nevét a veremszerdűlő, ahol a 17. századtól kezdve több fazekas család is élt. A fazekas házakat mindig a mesterség igényei szerint a célszerűség jegyében építették, ahol a gádorról külön bejárata van a műhelynek. A műhely legfontosabb berendezései: a gyúrópad, a korong vagy korongok, a korongfej, a korongpad, a földörlőgép, a mázörlő, az előkészített agyag, egy asztal, egy heverő és egy szék. A jó munka előfeltétele a tisztaság. Ez minden mesterségre, így a fazekasságra is érvényes. Ezért valahányszor új munka folyamatba kezdenek, fellocsolnak és felsepernek. Még a legősibb mesterségekben is változást érlel az idő. Felvételünk idején a dőri fazekasok már nem a veremszerdűlőben bányázták, hanem a csornai téglagyárból vásárolták az előkészített agyagot. Az udvaron elvermelték, és az egyszerre szükséges mennyiséget onnan talicskázták a műhelybe. A fazekasság alapja az agyag jó előkészítése. A mester ezt úgy kezdi, hogy a kiborított földet lapáttal összedarabolja, aztán a sulokkal, ahogy dőrben a súlykolót nevezik, megkezdi a föld összeverését, majd súlykolás után lapáttal lehántja a lazább részeket. Az agyag ilyen megmunkálása még csak a kezdete egy hosszú, nagy gonddal végzett tisztítási folyamatnak. A sok aprólékos műveletre azért van szükség, mert más fazekas központoktól eltérően Dőrben nem iszapolnak. Tehát az agyagot vízzel nem hígítják és nem is szűrik meg. Így is elérhető, hogy az agyag tömör legyen és jól kössön. A műhely közepén összerakott agyagot a mester vagy a segédje a sulokkal nagy kupacba veri. A kupac alján lévő szélesebb réteget levagdalja, majd ismét kupacba veri. Verés közben meg-megáll és kézzel ellenőrzi az agyagot. Ezt a műveletet addig ismétli, amíg az agyag jól tömődik.
Az összedöngölt agyagot homokkal szórja le. A homokozást a szelés követi, amelyhez sarlót vagy más hasonló vágóeszközt használ. Ez az egyik legfontosabb munkamozzanat. Szeletelés közben ugyanis a legkisebb szennyeződések, a gyökérszálak, kavicsok mind a fazekas keze alá kerülnek, és így könnyen kidobhatók az agyagból. A leszeletelt agyagból ritkásan összegyúrt emberfej nagyságú rögöket, úgynevezett buclikat gyúr a mester, amelyeket a műhely sarkába hordanak össze. A műhely újabb fenseprése után a padlót ismét felszórják homokkal. Erre azért van szükség, hogy a további megmunkálás során az agyag ne ragadjon a padlóhoz. A mester az elkészült buclikat a melencében lévő tiszta vízbe mártja. Mivel a bucliban az agyag nincs összetömörítve, rétegei közé a víz könnyen behatol. Miután a megmártott buclit a vízből kiemeli, egy kissé megrázza, és a felesleges vizet lecsorgatja. A leáztatott buclikat ezután egyetlen nagy csomóba nyomja össze, és mindaddig állni hagyja, amíg a kupac minden részét át nem járja a víz. Az agyag előkészítése hosszadalmas munka, ezért a fazekas családokban az életrendje is ehhez igazodik. A tiprás is nehéz művelet. A mester először körbe összerugdalja az agyagot, mintha a különös táncot járna. Bal lába a földön, jobb lába az agyag oldalán. Így jár körbe-körbe, egyik lábáról a másikra helyezve tesz súlyát. Azután újabb lépés a táncban. Most az agyag tetejére megy taposni. Kerül rajta egyet, ahogy a dőri fazekasok mondják, majd ismét berúgja az oldalát. Így megy ez minden kerülő után. Mert ha kimarad ez a fontos művelet, az agyag szétterül, a szélei leválnak.
A fazekas addig tiporja az agyagot, amíg az egyenletesen vékony lesz. A kitiport agyag olyan, mint valami óriási csiga, amelyet a csiga vonal mentén a fazekas talpa cifrázott ki. Ezután előveszi a földmetszőt. Ezzel mintegy 30x30 cm nagyságú négyzetekre osztja, és elvagdalja az agyagot. A nagyobb darabokat úgy szedi fel, hogy a felemelt agyaglapot a lábujjaira állítja, majd az aljáról a homokot lesepri, és a szeleteket egymásra helyezi. A vágást újabb tiprás követi. Ezzel az előkészítés legnehezebb műveletei be is fejeződtek. Akkor jó az agyag, ha durrog, mondják a fazekasok. Mint korábban utaltunk rá, felvételünk idején a dőri fazekasok már előkészített agyagból dolgoztak. Az előkészítést, a tiprás műveletét Bölcsei mester már csak kérésünkre rekonstruálta. A tiprást újabb vágás követi. Az elvágott agyagkockákat a fal mentén nagy hasábokba rakja össze.
A felrakott hasábokat kézzel gondosan összeveregeti, hogy ki ne száradjanak. Felvételünk idején már használták a daráló jellegű földörlőgépet. Azzal sokkal könnyebben finomítható az agyag. Az előkészítés utolsó művelete a gyúrás. A mester 3-5 darabra szabdalja az agyagtömböket, attól függően, hogy később mi készül belőlük. Ezek a kis buclik. Figyeljük meg a gyúrás műveletét. Olyan, mint a tésztagyúrás. Végül a jól összegyúrt agyagból pogácsákat formál. A fazekas pontosan tudja, hogy egy-egy edény korongolásához mekkora pogácsára van szüksége. Ezeket 3-as-4-es oszlopsorokba állítja, hogy korongoláskor jobban kézre álljanak. Kezdődhet a korongolás.